Lőrinc Tamás, gépkocsi vezető, szolgálatra jelentkezem. Jó napot kívánok, üdvözlöm, milyen elegáns ma. Úgy érzem magam, mint hogyha egy ilyen régi filmforgatáson lennénk. Ez most jó? Ha ilyen a hangja, akkor jó. Sportolóként nagyon sok helyen megfordultam a világban a mai nap, mégis egy érdekes utazás lesz, hiszen azt fogom kipróbálni, hogyan utaztak az emberek régen. Tartsatok velem a Közlekedési Múzeumban. Jó napot kívánok, Lőrinc Tamás, gépkocsi vezető, szolgálatra jelentkezem. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Milyen elegáns ma. Na, igyekeztem. Azért ugye sűrűje a magyar közlekedésnek a legjellemzőbb darabjainak itt van. Ikonikus gőzmozdonyok, nagyon jellemző autóbuszok, Ikarusz örökségnek egy gyönyörű szép sorozata, és olyan autók, mint ez az ím, amiből összesen volt 100 darab az országban. Ha azt nézzük, hogy a Szovjetunióban mondjuk egy átlag munkásnak mennyit kellett volna dolgozni azért, hogy megvegyen egy ilyet, akkor azt lehet mondani, hogy ugye 40-45 évig folyamatosan fel kellett volna tenni a fizetését, hogy megvegyen valaki egy ilyen zim, luxus, szovjet személyautót. Az nem semmi, egészen hihetetlen. Légy te is időutazó, irány a múzeum. Tamás, az előbb sofőr voltál egy szovjet luxus limuzinban. Most nézzük meg, hogy milyen volt egy luxus utazás az 1930-as években Budapestről Bécsbe. Ez az Árpád-sín autóbusz. A 30-as éveknek az egyik legszebb magyar ipari formatervezésű járműve, és egyik leggyorsabb magyar vasúti járműve volt. 3 órán belül elérte Bécset, ez akkor óriási szenzáció volt. Nagyon élveztem volna ezt a korszakot. Múzeumok éjszakája. 20 éve a legnépszerűbb egy éjszakás kaland. Egy nagyon felelősségteljes munkához öltöztünk most be. Az ország valamikori legnagyobb és legrégebbi vasúti jármű javítójában vagyunk, ahol 1000 éve javították a magyar vasúti járműveket, 150 éven keresztül, 2009-ig. Megpróbálod, hogy itt végre ez, hogy fény működik? Derül, így van, abszolút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Végre fény derül erre a dologra, hogy miért is kopogtatják a munkások az állomáson a vonatnak a kerekét. 20 éve figyelem, nem tudok rájönni, most ki fog derülni. Ez most jó? Ha ilyen a hangja, akkor jó. Tehát a keréket kell megkopogtatni, azért, hogy kiderüljön az, hogy van-e benne öntési hiba. Tehát, hogyha ilyen fémes, csengő, szép hangja van, akkor az rendben van. És amikor tompán szól, akkor nem szabad elindulni, mert akkor valami probléma van a kerékkel. Teljesen más. Tehát gyakorlatilag egy másodperc alatt érzékeli a vasutas, hogy ezzel valami gond van. Köszi Tamás, innentől már megoldom. Az én munkaidőm lejárt, de ha ti szeretnétek csatlakozni egy éjszakai műszakra, ezt megtehetitek június 25-én a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.